Az Erdélyi Novella Füzér című sorozatunk mai műsorában Kis János Látogatás című művével ismerkedhetnek meg 21 óra 20 perckor. A hírórában este 9:30-tól a Híradón Sporton a várható időjáráson kívül hírháttérműsorunkat, a közbeszédet is láthatják, valamint a kultúra híreit is csokorba szedi a kikötő. A műsor ajánlóját hamarosan láthatják. De hogyha már a kultúránál tartunk, akkor hadd hívjam fel figyelmüket ezekre a képekre. Ezek illusztrációk, vers illusztrációk, többek között József Attila Nagyon fáj és az angol költészetet forradalmasító Byron Csönd című versének illusztrációját láthatják. Ez utóbbi nem véletlen, és kérem, hogy tartsuk is majd meg itt, még nem az látható a képernyőn, még mindig nem az. Igen, ez Byron Csönd című versének illusztrációja, amit egy régi jó barátom, gyerekkori pajtásom, Balogh Tibor, ma már grafikus művész készített. Itt is van a stúdióban, szevasz Tibor. Mi az, ami téged arra késztetett, hogy a mondjuk tányérokon és portrékon kívül elkezdj képeket festeni versekről? Egyszerű a választ, tulajdonképpen mesteremnek, König Róbertnek köszönhetem, hogy a versek felé fordultam. Volt egy dilemmám az egyetemi időszak alatt egy témában, amiből nehezen tudtam kilépni. Ő azt mondta, hogy Tibor, ne menekülj a feladatok elől, adok neked egy feladatot, olvas verseket és próbálj meg azokból ötleteket, ikletet meríteni. Így fordultam a versek felé és a versek illusztráció felé. Úgy érzed, hogy az illusztráció készítése segít téged abban, hogy saját formanyelvedet megtaláld a képzőművészetben? Hogy kicsit megkülönböztethető légy a sok képzőművésztől? Ez is benne van, és az is benne van, hogy egyfajta kihívás. És még van még egy példája, hogy egy kicsit hiányát érzem ennek a fajta műfajnak, hogy egyre több olyan kötet jelenik meg, amiben nem nagyon látok illusztrációkat. De mindezeken túl számít az, hogy egyéniség jöjjön át az olvasónak, az olvasat mellett. Ne ragadjunk le pusztán a képeknél, bár azok a leglátványosabbak, a nézők, míg mi beszélgetünk, az alatt is láthatják ezt a háttérben. Te a képeken kívül zenélsz is, és a zene is kapcsolatban áll a versekkel esetetben. Hogyan van ez? Ez így van, hisz nagyon jól tudod te magad is, amikor együtt jártunk gimnáziumba. És ne buktass le a te személyed, a fontos. És ekkor kezdtem el végül is a vers megzenésítéséhez fordulni. Lényes Józsefhez hasonlóan tulajdonképpen ő is merített és segített. Most már akkor áruljuk el, hogyha behozta az én nevemet is, hogy közösen József Attila esteket tartottunk többnyire. Tibor gitározott és énekelt, én pedig a verseket mondtam, de te a mai modern zenében is otthon vagy. Remélem, megnézed a filmet. Természetesen meg fogom nézni a nézőkkel együtt. Úgy legyen. A film után angol tévésorozatunkat folytatjuk, melynek címe A Hivatal, a második részt láthatják majd. Utána pedig irány Kolumbia, a kokain hazája. Az ismeretterjesztő filmet követően pedig éjszakai adásunk kezdődik. Hát minden jó véget ér egyszer, kedves nézőink. Én ezt ajánlom önöknek ma estére. De még nem búcsúzom, hiszen van egy tartozásom. Korábban ígértem, hogy jön kulturális ajánlónk összefoglalója. No, ezt láthatják most.